Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Rendhagyó ünnepi hangversenyt tartottak a Művészetek Házában október 23-án. Az orgona koncertet Lozsányi Tamás orgona művész és lánya, a 13 éves Lozsányi Julianna adta. Bár a városi nagy megemlékezések elmaradtak, a Babits Mihály Kulturális Központ a hagyományokhoz hűen, mégis rendhagyó módon megtartotta szokásos október 23-ai ünnepi hangversenyét a Művészetek Házában. A Szekszárdi Városi Kamara zenekar szokta ezt a hangversenyt játszani ezen a napon, viszont most nem vállalták a veszélyekre való tekintettel, és így tulajdonképpen beugróként vagyok. Általában hangszereknek a nagysága, illetve a terek nagyságától függően különböző decibel értékre képesek a hangszerek, viszont jellemző az, hogy valójában egy egész zenekar helyett vagyunk itt, ami annyit jelent, hogy a basszustól a szoprán tartományig minden hangért egymagunk vagyunk felelősek. Az első számot Julianna játssza, a kislányom, ő először lép fel itt organistaként, és hát nagyon bízom benne, hogy örömmel fogja tenni. Zongoristaként többször föllépett különböző zenei versenyeken, viszont organistaként így felnőtt hangverseny keretében most először, azt hiszem. Törekedtem a műsorválasztásba a napnak a dramaturgiáját figyelembe venni, de konkrétan igazán célirányosan erre írott művet nem találtam, így aztán hangulatában és intonációjában igyekeztem úgy választani, hogy ennek a napnak a jellegzetességeit tükrözze. 60 perc volt a cél, amire törekedtünk. Most a feleségem műsor ismertetéssel is készült, talán ez így együtt ezt a 60 percet fogja kitölteni, és a művek, hogy is mondjam, fókuszában Johann Sebastian Bach művei vannak. Emellett van egy Léon Boelman nevű francia szerző, és egy César Franck nevű szintén francia szerző. Azt hiszem, nem felejtettem ki, illetve Liszt Ferenc BACH című műve a végén, ami magyar nagy zeneszerzőnk egyik leghíresebb orgona műve, ugyanakkor szintén a Bachra való emlékezés húzódik meg az ő művében is. És hogy mennyire lehet ez fizikailag megterhelő? Tartok tőle, hogy nem fogok fázni a végére, úgyhogy általában elég nagy kalória igényű művelet. Nagyon segítőkész volt a Művészetek Háza, és külön csak miattunk esténként kinyitották a házat, és azt mondom, hogy elegendő órát tudtunk itt tölteni a felkészüléssel, illetve bízom benne, hogy elegendőt, de ez már a szerencsén és az égiek közbenjárásán is múlik.
Mennyire van szabad keze egy szobrásznak? Hol veszik el a vizualitás képessége? Milyen egy szobrász élete? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Imre Péter Szekszárdon élő szobrásszal. Igazából egyértelműen szobrász vagyok. A kérdés azért időszerű, mert hogy grafikusként, szobrászként és tanárként is számon tartják Imre Pétert, a Szekszárdon élő alkotót. Arról is beszélgetünk, a szobrászok általában a képzőművészet több ágában is megmutatják magukat. Képzőművészeten belül a szobrászok az nem biztos, hogy festenek, bár azért a legtöbb azzal is megpróbálkozik, de hát rajzolni mindenképpen az egy alapvetés, és bár a grafikának annak persze rengeteg sok műfajon belüli ága van, amiket én nem próbáltam ki a töredékét se, de a rajzolás az alap, tulajdonképpen az a gondolkodás. Bár soha nem akartam tanítani, vagy oktatni, ugye most az egyetemen oktatónak hívnak minket, meg bár ez egy vizuális szak, ahol én oktatok most már most 12 éve, de ez egy nyelv. Én mindig azt mondom ott a hallgatóknak is, főleg a kezdőknek, mert azért nagyon sok olyan jön hozzánk, aki nem kerülne be mondjuk a képzőre, vagy az iparra, vagy egy komolyabb művészeti tagozatba, és mégis, hogyha eléggé értelmes és ambiciózus, akkor megtanulja egészen magas szinten ezt a nyelvet beszélni. Tehát én ezért szoktam nekik ezt preferálni, hogy ezt értsék meg. A gyerekeknek a vizuálitáshoz való hozzáállását megnézzük, az is egy érdekes történet, mert minden egyes kis gyerek, óvodás gyerek, sőt még első-második általános iskoláig, harmadikig maximum. Ha azt mondjuk neki, hogy rajzold le ezt, vagy azt, vagy az élményedet, akkor ő szó nélkül nekiáll és csinálja. Tehát fel sem merül benne, hogy ezt ne beszélni, ezt a nyelvet. Aztán, hogyha 5.-6. ugyanezt megpróbáljuk, akkor a társaság jelentős része, megkockáztatom, közel 80%-a azzal fogja ezt elutasítani, hogy ő nem tud rajzolni. Most akkor hol felejtett el? Hol veszett el? Hát most én nem akarom egyértelműen ezt az oktatásra húzni, de nyilván megkerülhetetlen az a felelősség, ami ott jelentkezik. Én úgy gondolom, hogy ez az egész ez alapvetően egy szellemi munka, egy szellemi tevékenység, egy szellemi élet. És én például rengeteget olvasok a mai napig, de fiatal koromban még sokkal többet, talán több időm volt rá, bár ezt nem is érdemes ebbe belemenni, az ember akarja, akkor van rá ideje. És rengeteg sok olvasás, tanulás, és egyébként itt reflektálnék is vissza az előző gondolatra, hogy amikor a gyerekeknél is bejön az oktatásba, vagy a tanításba, a verbalitás és a verbális dolgokba egyre többet kapnak, egyre több információ azon a csatornán jön be nekik, akkor kezd el eltűnni az a teljesen nyitottság, ami korábban még jellemezte őket, és emiatt nem volt számukra probléma. Van egy állandó, tehát én nem szeretem, ha misztifikáljuk egyáltalán a művészetet. Tehát ez ugyanúgy a szellemi életnek a része, mint akár a tudomány, vagy bármilyen olyan tevékenység, amihez folyamatos utánaolvasás, utánaképzés, gondolkodás, egy folyamatos szellemi eleven lét szükséges. Na most, hogyha ezt így közelítjük meg, akkor ugye másként lehet értelmezni a kérdést, mert egy folyamatos gondolkodás, aminek folyamatos rögzítései vannak. Ha az ember a verbalitás menti művészeti ágazatok, balást, irodalom, költészet, stb., akkor állandóan fog verbális dolgokat lejegyezni, verstöredékeket, verseket, és folyamatosan egy ilyen jegyzés van. Én folyamatosan rajzolgatok, skiccelgetek, illetőleg kisformavázlatokat csinálok minden egyes olyan gondolat mentén, ami már megér annyit. És hogyha már létrejönnek gondolatok, akkor azok már elkezdenek egy kicsit önmaguk is működni, ugyanígy a rajzok, a kisvázlatok elkezdenek egy picit önmaguktól is már fejlődni.
A szobrászat az azért egy alapvetően egy autonóm, önálló ágazata a képzőművészetnek, mert ugye a képzőművészet is egy elég széles paletta. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a mai korban már egyértelműen az építészetet azt újra a teljesen egyenrangú képzőművészeti ágazatok közé kell sorolni. Ugyanakkor ott teljesen egyértelmű, hogy bár a modern építészet lévén, hogy kapott is olyan számítástechnikai, számítógépes segítséget, támogatást, amivel sokkal bátrabbak vagy könnyebben elengedettebb kézzel szabadabban tudnak tervezni, vagy egyszer csak tudtak már tervezni. És bele is futott egy picit itt-ott az építészet olyan zsákutcákba, ahol autonóm próbált lenni. Nem az, egyszerűen egy alkalmazott műfaj, de ugyanígy alkalmazott műfaj a grafikának is egy része, amit úgy is hívunk, hogy alkalmazott grafika. Vagy ugyanígy én úgy gondolom, hogy a festészetnek is, a modern kori festészetnek mindenképpen van egyfajta dekoratív része is. Tehát, ha úgy tetszik, ott is van már egy ilyen alkalmazott dolog. A szobrászatban is van. Van olyan eset, amikor az ember valahova konkrétan tervezni akar valamit. Vagy őt megfogja egy helynek, egy térnek a milliője, vagy pedig egy konkrét feladat, konkrét pályázat például, egy kiírás, és akkor azon kell gondolkodni. A kompromisszumkészség az, ha nem is a legfiatalabb korában jellemzi az ember, de később meg kell tanulni, és meg kell tanulni vele együtt is jót csinálni. Tehát az igazi kompromisszum az szerintem az, hogyha meg tudjuk tartani az eredeti elképzelést, az eredeti célt, legalábbis a magját, a lényegét, a legfontosabb részeit, és azon túl meg figyelembe tudunk venni olyan elvárásokat, amik még hát nem másítják meg nagyon, hogy szépen fejezem ki magam. Imre Péter most a Szekszárdi Német Színház elé tervezett szobron dolgozik. Az engedélyek a rendelkezésére állnak, és a műteremben már elkészültek az első vázlatok is. Ha minden a tervek szerint halad rövidesen, ez az alkotás díszíti majd a színház előtti teret. A hosszú hétvége előestéjén meglepetés koncert várt a Pakson a lakótelepen az érdeklődőket. A Csengei Dénes Kulturális Központ tetejéről adott koncertet Kovács Aliz, az Origamiz Együttes és a Bad Times. A kultúrára kihelyezett tömeg a közelmúltban átadott Atomtérről élvezhette az eseményeket. Kovács Aliz kellemes énekhangja zengte be az Atomteret a hosszú hétvége előestéjén Pakson. A Fehérvár hangja tavalyi győztese volt az első fellépője annak a koncertnek, melyet Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ tetejéről adtak. A több órás, különleges kulturális csemegére szép számú érteklődő gyűlt össze az Atomváros közelmúltban újonnan átadott terén. Hát az volt az elsődleges elképzelésünk, ugye, hogy ezt a teret bemutassuk egy olyan szemszögből, amiből még az emberek nem láthatták, ez egy új közösségi tér, erre próbáltunk meg egy megfelelő programot összerakni. Az első fellépőnk Aliz volt, őt nem kell azt hiszem bemutatni, Fehérvár hangjaként és paksi emberként is őt jól ismerjük, számos rendezvényünkön megfordult már. Második zenekar az Origamiz. Ők Pakson még nem tudtak bemutatkozni, nekik szerettünk volna lehetőséget biztosítani, illetve a Bad Times zenekar, akik pedig a Sisa Café alkotja az alapját, és velük, vagy három emberrel van kiegészülve ez a társaság, szerintem egy nagyon kellemes koncertet fognak ők is még adni. Abszolút elsőre vállalta el mind a három csapat, vagy fellépünk a felkérést. Ez tulajdonképpen most hétfőn fogalmazódott meg a fejünkben, és sikerült összeraknunk egy viszonylag rövid idő alatt. Én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon tetszett, meg hát ez egy kihívás. Felpakolni a tetőre az egészet, így lebonyolítani nem egy egyszerű dolog. Itt a
az egész millió ugye más, igyekeztünk egy elég hangulatos helyet kialakítani nekik itt a tetőn. Természetesen így ugye sokkal nagyobb helyről, területről lehet látni a koncertet, mind a kivetítő, mind a tető adt a távolság miatt, és hát ez is cél volt ugye, hogy minél jobban eloszoljon a téren a tömeg. Folytatás? Hát az idei évben azt gondolom, hogy nem, de jövőre, hogyha megkezdődnek a jó idők, akkor indulunk tovább a tömbelső koncertekkel, és szeretnénk ezt a tetőkoncertet is tovább fejleszteni. Az én részemről inkább ilyen melankolikusabb angol számokat énekeltem. Volt egy igazi klasszikus magyar zene nélkül mit érek én. Szerintem ehhez az őszi hangulathoz szerintem egész jó összeállítás lett. Nagyon nincsenek lehetőségeink, de azért így város szinten, kisebb falvakban azért néha hívnak egy-egy születésnapra, vagy egy rendezvényre. Azért van lehetőség, de nem olyan nagy mértékben, mint tavaly volt például. Készülsz esetleg valami nagy idézőjelbe téve megmérettetésre, ha nem is az idén, de esetleg a jövőben? Egyelőre nem. Most egy picit pihízek, gyakorlok, felkészítem magam aztán, hogyha újra beindul az élet, akkor majd talán. A Pagony zenekarból átalakult új paksi formáció, az Origamiz, most mutatkozott be először a helyi közönségnek. Hát igazából alig vártuk, hogy végre Pakson játszhassunk, és az összes olyan dalt eljátszottuk, amit már biztosan tudunk játszani. Ezen kívül még három van a tartsfolyban, de ezeket még csak most kezdtük el próbálni, tehát ezeket azért nem moztuk. Eljátszottuk a videoklipes dalokat, a Lélegezt, a Szombatot és a Chillt, illetve eljátszottunk egy dalt, ami 5-én fog megjelenni, ez nem más, mint a Ne érezd úgy. Nagyon jó volt ott fönt, tök jó volt lelátni a tömegre. Igazából egy óriási flash-t adott az egész, tehát úgy gondolom, ez egy nagyon exkluzív környezet volt, abszolút. Mindenkinek csak ilyen koncerthelyszínt kívánok. November 14-én lesz egy koncertünk Dunaújvárosban, illetve kettő koncertünk lesz, de ezt még nem árulhatom el. Hát ezen kívül az új dalok írásán dolgozunk folyamatosan, az új megjelenéseken. Egy picit elengedtük már az idei évi koncertezést, tehát ami becsúszik, azt nyilván lecsapunk rá, de inkább most arra gyúrunk, hogy a jövő év az keményebb legyen, és végre tényleg oda teljessük magunkat, és minél többet játszassunk az embereknek. A fellépők sorát a Bad Times fergeteges hangulatú koncertje zárta. Egy tavaszi elmaradt időpont pótlására érkezett Szekszárdra a budapesti József Attila Színház Fekete szárú cseresznye című darabjukkal. Nagyon örültek a lehetőségnek, hogy kimozdulhattak a kőszínház falai közül, és hálásak, hogy a programot nem törölte, csak késleltette a pandémiás időszak. Mit választ a végén, Irina? Hát ezt titok. Hát kit választ? Tudom. Nem tudom mi, hogy kiderül ma este. Nagyon fontos ez az előadás mindannyiunk számára. 2012 őszén mutattuk be Hunyadi Sándor Fekete szárú cseresznye című előadását, és hát
Most igazából még aktuálisabbá vált az előadás, hisz a Trianon idejében játszódik a történet délvidéken, a trianoni döntés előtt és a trianoni döntés utáni időszakot öleli föl, azt az egy-másfél évet, és hát ez most a 100. fordulóján a békediktátumnak nagyon aktuális és nagyon, nagyon érzékeny, izgalmas darab. Nem tudnál magadtól kezdeni valamit? Magadban! Nem tudnál bennünket egy kicsit megszeretni úgy, ahogy vagyunk együtt, magyarok? Nézd, muszáj neked azt érezni, hogy te nem vagy idegen közöttünk. Hát volt valaha valaki veled igazságtalan? Van itt kétféle mérték, nem kaptál-e meg mindent? Kerény Imre tanár úr rendezte a darabot, ő sajnos már nincs közöttünk, de fantasztikus éllel és fantasztikus arányjal állított a színpadra, hisz itt azért egy szerb földbirtokos, a családja és egy magyar főszolgabíró barátsága, és aztán szerelmi háromszög kapcsolatról szól, nagyon leszűkítve a darab, de ami igazából nagyon fontos, hogy emberek jelennek meg, és nem politika, és nem egy ellentét a népek között, hanem pont az a jó, hogy emberek vannak a színpadon, és nem rossz szerbek, rossz magyarok, és jó magyarok, jó szerbek, hanem emberek, akik egy nehéz helyzetben hogyan maradhatnak, és hogyan tudnak emberek maradni. Ez egy annyira szép történet. Az író Szabadkán látott egy két ember között egy pillanatot, és ebből írta meg. Na most elmentem Szabadkára. Megnéztem, hogy a Pest szállónál látta ezt, elmentem a helyszínre, és elképzeltem, lemodelleztem, hogy ő mit láthatott és hol. És nagyon érdekes, hogy volt egy olyan helyszínünk, a Szabadka, ugye, pont ahol ez íródott, vagy ez az ötlet született az íróban, hogy pont annak a végében van a színház, ahol ez a Pest szálló van, és egy sétány. És annyira jó volt így kinézni, és pont ott született ez a pillanat, ahol aztán a színházban játszottuk, és az utolsó állomásunk volt, és talán azt hiszem a legjobb előadásom pont ott volt a helyszínen. Nagyon érdekes. Nagyon sok olyan alapérzésről beszél, amiről fontos beszélnünk, a barátságról, az emberségről, a hazaszeretetről, tehát sok olyan alaptézist mutat és boncolgat, ami nélkül én azt gondolom, hogy nem lehetünk emberek, és nem maradhatunk emberek. Tehát ezek nélkül, az alapérzések nélkül nincs értelme élni. Hát ez nagyon megfogott, hogy itt egy nőnek kell dönteni két férfi között. És század elejé darab, ugye Trianon előtt és Trianon után vagyunk, ott mindenféle érintésnek súlya volt, tehát az két ember egymáshoz ért, vagy kezet fogott, azt hordozták utána évekig magukban. Tehát itt, mint most, ugye mindenkit megölelünk, vagy kezet fogunk, vagy pusztit adunk, tehát hogy abban az időben nem volt. Én nagyon szeretem ezt a világot, ezt az eleganciát, ezt a kicsit hűvös távolságtartást és a rajongást, meg vágyakozást a másik iránt. Valószínűleg én nagyon sokat élhettem akkor valamelyik életemben, mert nagyon érzem azt a kort. Úgyhogy lehetne, azt hiszem, hogy oda repülnék vissza. Bizonyos szempontból jó kor volt, nyilván a nehézségével együtt, de talán éppen a férfi és a nő között az az elegancia és az a tisztelet, az ami ma már szerintem úgy hiányzik, vagy kiveszett, az akkor még megvolt, és ezt még meg tudjuk mutatni. Látja, ez igen nagyon jól esik. Jól esik az embernek, ha érzi, hogy szeret. Ne értsen félre, nem jött nekem eszem, hogy maga valakit úgy szeresse. Tudom én, hogy nem született a világra még az az asszony, akiért maga megmozdítaná a kis... Most csúfolódik vele? Csúfolódom. Furcsa ember maga. Most, hogy hirtelen rá gondolok, nincs is a környéken lány se asszony, akit oda tudnék képzelni maga mellé. Szexádot nagyon szeretem. Nem először voltunk itt, nagyon jó a közönség.
nekem mindig vannak ilyen furcsa dolgok, ahol megyek vidékre, nagyon sokat járunk vidékre játszani. Én nagyon szeretek vidéken játszani, szerintem egészen mások az emberek. Az, hogy színház van, az még egy esemény. Budapesten is, de ott ugye nagyon sok színház van, úgyhogy lehet válogatni, de itt ez azt gondolom, hogy én legalábbis azt tapasztalom, hogy egy ünnep, ha jön egy társulat, vagy egy előadás érkezik bentről, vagy itt helyileg is készülnek, gondolom, előadások. Szóval ez mindig egy ünnep, az emberek felöltöznek, megadják a módját, egészen máshogy reagálnak, mint Budapesten. Nekem mindig jó egy ilyen találkozás, és akkor mindig kötöm valamihez, hogy itt tudom összerakni, hogy melyik. Úgyhogy itt nagyon szeretek lenni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!